1936-ban ültették a Balatonfűzfői Művelődési Központ előtt ezt a ma már csodálatos méreteket öltő óriás mamutfenyőt, vagy más néven Securon giganteumot. Napjainkban ez a növény közel 50 méter magas és lenyűgöző látványt nyújt. Ennek a növénynek idén a 80. születésnapjára táblát is avattak a tiszteletére. A mamutfenyőknek a vadon élő állománya Kaliforniában található, és védett növények. Nagyon-nagyon hosszú évtizedek kellenek ahhoz, hogy egy kicsi csemetéből ilyen gyönyörű példányá fejlődjön. Hogyha hazánkban, a kertekben szeretnénk ilyen növényt nevelni, akkor minden lehetőségünk adott erre, azonban a fiatal példányai fagyérzékenyek, tehát a kemény teleket, fagyos teleket, azokat kevésbé bírják. Tehát, hogyha egy ilyen kicsi növényt telepítünk, akkor az első években feltétlenül fontos, hogy takarjuk. Később, amikor már idősebb lesz ez a növény, akkor biztonsággal át fog telelni. De nem csak a fagy károsíthatja ezeket a kis növényeket, hanem a téli aszá is. A mamutfenyő hazájában télen ezeket a növényeket vastag hótakaró borítja, és ez védi meg a téltől, a téli hidegtől, illetve ad nekik csapadékot, nedvességet is. Tehát, hogyha ilyen óriás mamutfenyőt ültetünk a kertbe, és hazánkban aszályos tél van, akkor feltétlenül fontos, hogy öntözzük ezeket a növényeket. A mamutfenyőnek szabályos, zárt kúpalakú koronája van. Hogyha egy olyan helyre tudjuk telepíteni, ahol nyitottabb a keltrész és kevesebb növény van, jobban éri a fény a növényt, akkor az alsó része a koronának jobban kiszélesedik, míg hogyha egy árnyékosabb, zártabb keltrészbe rakjuk, akkor az alsó ágai azok fel fognak kopaszodni. A mamutfenyőnek abban is nagyon-nagyon különleges a kérge, illetve ez az egyik jellegzetessége, hogy vöröses színű és gyönyörűen barázdál, tehát egy csodálatos kérge van neki. A törzsét, ez a vastag, puha-szerű kéregfedés, az idős növényeknél ez a kéreg akár fél méter vastag is lehet. Ez a fajta borítása a törzsén azt is szolgálja, hogy a növényt megvédi az erdőtüzektől. És bármilyen furcsán is hangzik, ez a 80 éves gyönyörű méreteket öltött mamutfenyő, ami itt a fejem fölött magasodik, ez tulajdonképpen egy fiatal példánynak számít. Van ez Egyesült Államokban, Sierra Nevada hegységben olyan kifejlett példányai, amely például megközelítőleg 3200 éves, és a prezident, vagy más néven elnök nevet kapta ez a példány, amely közel 90 méter magas, és a törzs átmérője 8 méter széles, tehát elképesztő méreteket öltött, tehát hosszú évszázadok, vagy akár mondhatnám ennél a példánynál, évezredek kellenek ahhoz, hogy egy kis fiatal példányból ilyen lenyűgöző méretű mamutfenyő legyen. A mamutfenyők ezért a Földön élő legnagyobb testtömegű élőlények.